egyelőre az időjárás kegyes hozzánk, valójában a legnagyobb ellenségünk ilyenkor a mínusz. Ha tartósan mínusz lesz, akkor miniszter úr el fogja rendelni a vörös kódot, egyelőre erre még nem került sor. Ebben az esetben a rendelkezésre áll még a Palagi úti Idősek Otthona, ahol ilyenkor megnyitnak egy helyiséget azoknak az embereknek, akiknek ne adj Isten nálunk már nem tudunk helyet biztosítani, de arra törekszünk, hogy mindenkit ellássunk. Ebben a pillanatban 354 férőhelyünk van a város különböző pontjain. Jó hír, hogy 14 idényszálló férőhelyet sikerült létrehozni a Veselényi utcai intézményünkben. Gyakorlatilag ilyenkor az a fő motiváció és a fő elv, hogy mindenkit, senkit nem hagyunk az útszínén, tehát mindenkit behozunk, és az elsődleges feladatunk az életmentés. Ehhez társul a non-stop egészségügyi szolgálat, a 24 éves egészségügyi szolgálat itt a Dobozi utcán. Nagyon sok a beteg, nagyon sok a rossz egészségi állapotú a elavatottaink között, és ide azok kerülnek, akik már kórházi ápolásra nem szorulnak. A debreceni hajléktalan ellátórendszer jelen pillanatban teltházzal működik. Azt tapasztaljuk, hogy vidékről és Debrecenbe irányítják az utcára kényszerülő embereket. Ez azért felveti azt a kérdést, hogy a vidéki kisebb városokban megfelelően működik-e a szociális rendszer és a hajléktalan ellátó rendszer. Debrecen nem képes a megye vagy a régió összes hajléktalanjáról gondoskodni. Éppen ezért megkereséssel fogok fordulni a megyei önkormányzathoz annak érdekében, hogy a megyei településekkel folytassunk le egy konzultációt, hogy ne feszítsük szét a debreceni hajléktalan ellátórendszert, a vidéki települések is, nyilván a városokra gondolok itt elsősorban, és nem a falvakra, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a helyben lakó, a helyben élő hajléktalanok megfelelő szociális gondoskodásban tudjanak részesülni. Reményeink szerint gondok és problémák nélkül tudjuk azért a téli időszakot majd átviselni. Ez a nyomás a debreceni hajléktalan ellátó rendszeren a tavaszi időszakban mindig enyhül, nyára ez egészen normálissá kezelhetővé válik. Nyilván a hideg időszakban kell a bentlakásos rendszert teljes mértékben csúcsra járatni. Szeretném megköszönni a Reformix munkatársainak, illetve a karitatív testületen keresztül adományt felajánlóknak az együttműködést és a professzionális munkát. Város részéről igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az utcára kényszerülők, a hajléktalanok megkapva azt az ellátást, ami ebben a nehéz időszakban számukra szükséges, minden gond és probléma nélkül vészeljék át a telet. Debrecen városában egy nagyon komoly szociális ellátórendszer működik, ami rengeteg részből áll. Egy része ugye nagyon fontos pillére, hogy a legnehezebb sorsú embertársainkról is gondoskodjunk, ugye akiknek lehet olyan kritikus élethelyzetben vannak egy adott időpontban, amikor nekünk kell segítő kezet nyújtani. És azt látjuk, hogy a karitatív testülettel nem csak úgy tudunk segíteni, hogy adományokat hozunk, éppen az adott pillanatban segítünk, hanem munkát, lehetőséget adunk nekik. És azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, hogy a lehetőség az adott, és nekik kell megragadni azt, hogy éljenek vele. Ugye több olyan közmunkaprogramot működtetünk Debrecen városában a Belügyminisztérium támogatásával, amiben a hajléktalan embereket be tudjuk vonni, akár ha csak arra gondolunk, hogy a debreceni köztemetőben milyen szép fejlesztést tudtunk végrehajtani közösen hajléktalan embertársainkkal, vagy akár az, hogy ha bármilyen önkéntes munkára hívjuk őket, hála Istennek jönnek és segítenek nekünk. Az nagyon nagy feladat, és ebbe köszönöm a Reformix segítségét, hogy a karitatív testületben óriási munkát végeznek, és nem csak a munkatársakkal, hanem tényleg bevonva az önkéntes munkával a hajléktalan embertársainkat is. Egy közös együttműködés keretében lehetőséget tudunk nekik biztosítani. Ugye polgármester úr már említette, hogy a Covid ellátásban ugyanígy megkérdezve, mit tudunk segíteni, hogy tudjuk alakítani, hogy minél jobb legyen a rendszer, most már szinte bevett gyakorlattá vált az, hogy hogy kell viselkedni a koronavírus járvány idején, lázmérés, Covid-tesztelés, elkülönítés, stb. Tehát ez már nagyon jól megy, azt látom, és most is meggyőződtünk arról, hogy ez egy bevett gyakorlat lett, ami nagyon üdvözítő, hogy
hogy a hajléktalanok, akik itt elszállásolva vannak, több mint 75%-uk oltással rendelkezik, be vannak oltva.